A kézilabdát szerető semleges nézők is élvezték volna, az NB2 délnyugati csoportjának elmúlt hétvégi rangadóját, a zárt kapus meccset, a szomszédvári klasszikusnak is nevezhető derbit, a Hollert-Dunaföld már kalocsa találkozott. A két eltérő fizikai felépítés és magasságú játékosokból álló csapat élmezőnyi pozíciójához méltóan a harmadik osztály szintjén érdekes, változatos és helyenként igen színvonalas meccset játszott. Az első félidőben a vendég feketemezes kalocsaiak belső hármas védekezésüknek köszönhetően általában két, olykor három góllal is vezettek, de a Tolna megyei csapat a folytatásban rohanó stílusában nem csak egalizált, hanem át is tudta venni a vezetést. A kalocsa reagálva az új játékhelyzetre tudott újítani. A kapusbravulok sem maradtak el, részükről sem, így sokáig nyílt volt a mérkőzés végkimenetele. Ám döntő szituációkban koncentráltabb megoldásokra képes dunaföldváriak 22-20-ra megnyerték a rangadót. Tényleg csak apróságok döntöttek a két pont sorsáról. Abban van a győzelmünk szerintem, hogy mi két szituációban mindig hoztunk egy pluszt. Mindig volt valaki, aki tudott egy valami pici gólt lőni. Aztán volt az utolsó talán 5-10 percben, amikor így megállt a csapat, de az volt a szerencsénk, hogy a kalocsának sem ment akkora ebben az időszakban. Sajnos a legjobb emberünk, a Szvétek Balázs, a múlt héten sérülés miatt nem edzett, ez meglátott a játékán, gólt se tudott lőni, hétméterest is hibázott, ez nagyban megpecsételte a sorsunkat. Mi egy alacsonyabb, kisebb tömegű csapat vagyunk, ők egy magasabb, nagyobb tömegű erőt képviselnek, úgyhogy nekünk muszáj volt rohanni, csak ezt egy kicsit későn vettük észre, ami hál' Istennek még belefért ebben a mérkőzésbe. Azt, hogy nem esett több gól, a bravúros védéseknek is köszönhető mindkét részről. Az is dönthetett a földvár javára, hogy kapusuk talán egy-két lövéssel több gólnak látszó lövést állított. Kapusok játszottak mind a két oldalon, Kalocsának a kapusa is egy nagyon jó kaput, vagy egy nagyon jó napot fogott ki, illetve nálunk is a Sejmi egy óriási meccset hozott. Éreztem magamban olyan lövéseket, ami fogható lett volna, lehetett volna kevesebb gólon is tartani ezt a kalocsát, de úgy gondolom, hogy a Barabás Tomi is nagyon jó teljesítményt nyújtott a másik kapuban, lehetett látni, hogy 22-20 lett az eredmény, tehát nem volt egy sok gólos mérkőzés. Úgy gondolom, hogy küzdeni akarásban oda tette magát a csapat, talán egy kicsit a szerencsésebb csapat nyert, én úgy. Fölkeményedett egy kicsit a védekezés, támadásban pedig az alacsonyabb, gyorsabb játékosaink szépen meg tudták bontani a magas kalocsai falat. Majd áprilisban gondolkozhatunk azon szerintem, hogy mi lesz, van esélyünk meg feljutásra, vagy nincs esélyünk, maradjunk a talajon, szépen csináljuk a dolgunkat minden hétköznap, amikor jövünk edzésre, mindenki dolgozzon keményen, és majd meglátjuk, hogy milyen eredménye lesz. Bízunk benne, hogy minél szebb. A kalocsa mérlegelve anyagi hátterét, az idén sem tervez feljutást, ám a dobogós helyezésekért folytatott harcban, ahogy azt Kolics János edzőtől hallottuk, a mérleg szerepét mindenképpen szeretné betölteni. Többek között óriási nagy mérkőzésre van, lesz kilátás a jövőre esedékes, már Kalocsán sorra kerülő újabb Kalocsa-Földvár kézilabda derbin.